Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Röviden elmondanám újra, hogyan jutottam ehhez a forráshoz. Amikor az anyukám meghalt, kerestem vigasztalást a Bibliából, kinyitottam ezt a könyvet, fogtam a nyakláncomat, és láttam azt, hogy bizonyos szavaknál, mondatoknál a nyaklánc másik irányba fordul ki, ugyanúgy, mint egy ingánál, holott én annak idején nem is tudtam, hogy egy inga hogyan működik. És ez volt a forrás, egy időben jönnek olyan gondolatok, és ez az egész, ez egy tartalom, amit közölni szeretnék veletek. Hozzátenném, hogy a Biblia az egy régi írásmód, és ezt én kicsit úgy átformálom a mi napjainkra, hogy érthetőbb legyen. És most kinyitom a Bibliát, megnézzük, hogy mi az üzenet. Hamarosan lesz a környezetedben egy ünnepség. Ez az ünnepség jót tesz neked, látogasd meg, találkozol másokkal. Ezek jó kapcsolatok, figyelj oda erre, hogy melyik ajtó nyílik itt ki. Ez jelenti persze a lehetőségeket. Az otthonodat rendezni fogod. Ez sikerülni fog. Ott, ahol élsz, a környezetedben minden jóra fordul.
Voltak nehézségek a múltban. De most szerencséd lesz. Az emberek szívélyesek hozzád. Megbíznak benned. Ez nem volt mindig így. De most megkapod az igazságot, és légy erre büszke. Ez volt az üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!